A hétvégi foci dömping az Etó Parkban kezdődött, ahol a Pintér Attila edzette zöldfejrek egy másik hasonló színű együttest, a Kapostvárt látták vendégül. Az Etó mindjárt a 9. percben vezetéshez jutott, Babics beadását Pátkai fejelte közelről Hajduk kapujába. A félidő derekán aztán meg is duplázta előnyét az Etó, ezúttal Varga volt eredményes szintén fejjel. A középpályásnak ez volt az első találata Győrben. A szurkolók reménykedhettek, hogy az Etó kitömi a Kaposvárt, csak hogy nem így történt. Fordulás után ugyanis 9 másodpercre volt szüksége a Rákóczinak, hogy betaláljon és visszajöjjön a meccsbe. Ezt követően viszont gól már nem született, maradt a 2-1, így az Etó hátránya mindössze 2 pont a Siófokkal 1-1-re döntetlenező DVSC előtt. Az Etó második együttesének már nem ment ilyen jól az MB2-ben, a Fakó 1-0-ás vereséget szenvedett a Veszprémtől. A gyirmóti szurkolók sem tapsolhattak túl sokat örömükben a hétvégén, mert Mladen Csovics góljával már a 16. percben vezetés szerzett a Baja. Csank János sérülésektől és betegségtől tizedelt együttese a 26. minutumban már 2 gólos hátrányban volt, amikor Szőlősi is betalált Somodi kapujába. És még nem volt vége, mert fordulás után a Lázártól kapott ajándéklabdát Kormos Higgadta helyezte a hosszú alsóba. 0-3 és Ferenci 66. percben szerzett gólja már csak szépségtapasz volt a gyirmótiak tátongó sebé. Eladott labdákból jöttek, tehát nem labdaszerzésből, hanem eladott labdából, ez nagy különbség egyébként. Tehát lendületből rossz passz után ránk hozták a labdát, és ebből kaptuk. Tulajdonképpen ez volt a gondunk. Szerencse a szerencsétlenségben, hogy a gyirmót közvetlen riválisai, a Tatabánya és a Kozár Misten is vereséget szenvedtek, így a kék-sárgák továbbra is másodikak a listavezető MTK mögött.